A pirítsei óvoda szomszédságában elkészült a bölcsőde is. Pénteken ünnepélyes keretek között átadták az új épületet. Itt két csoportban 12-12 gyermeket tudnak majd fogadni, de most még üres az intézmény. Jelenleg az a feladat, hogy a szülőknek felhívják a figyelmét az elérhető bölcsődei szolgáltatásokra. A polgármester kiemelte, ennek köszönhetően mindenki visszatérhet a munkaerőpiacra, mert a kisgyermekek számára is biztosított lesz a napközbeni ellátás a településen. A pénteken átadott bölcsőde a terület és település fejlesztési operatív program forrásából 129 millió forintból épült. Múlt év augusztus 27-én írtuk alá a támogatói okiratot, pontosabban a kivitelezői okiratot. A kivitelezővel aztán megkezdődtek a munkálatok. A tél folyamán a belső munkálatokat sikerült elvégezni, hiszen mire a tél beköszöntött, akkorára a tető alá került az épület, és így a belső munkákkal is tudtak haladni. A tavaszt követően pedig megépült a kerítés, az hőszigetelés, a napelemes rendszer, szóval minden, ami egy új korszerű 21. századi bölcsődét eredményezett itt a településen. A bölcsődében két nagy csoportszobát, öltözőt, mosdókat és különböző mellékhelyiségeket is kialakítottak, valamint játszótér épült az udvaron. A lakosság szám nem csökken a településen, jelenleg az óvoda is négy csoporttal működik, több mint 100 gyermekről gondoskodnak az intézményben, és a születések száma is évente körülbelül 30-33 fő. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, Pirítse rengeteget fejlődött az elmúlt években. Pirítse ebben a ciklusban 2 milliárd forint értékű lehetőséghez jutott a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából. Gratulálok polgármester úrnak, mert hogy ezt a több mint egy tucatnyi pályázatot levezényelni, gondolok itt ugye a szennyvízprogramra, piac létesítésére, konyha felújításra, iskola, energetikai felújításra, polgármesteri hivatal felújítására, ez embertelen munka volt. Pénteken a bölcsőde után egy ünnepélyes szalagátvágással a megújult polgármesteri hivatalt is átadták a településen.